Köszöntöm a stúdióban Orbán Hédit, a Szent György Albert Agora igazgatóját. Javában tart a nyári szünet, és javában tartanak a programok, úgyhogy a következő percekben ezekről lesz szó. Kezdjük, azt gondolom, az egyik legnépszerűbb és a legtöbb gyereket megmozgató táborral, a napközis táborral. Hogyan sikerült idén elindítani ezt a programsorozatot? Az önkormányzati napközis tábor az idén a Tarján városi német-magyar kétanyelvű általános iskolában van, ahol nagyon nagy örömmel fogadtak bennünket, és ami nagyon szép zöld, nagy udvaros, bokros, fás, hűvös, alkalmas helye a napközis tábornak. A napközis táborról mindenféleképpen le kell szögezni, hogy ez önkormányzati feladat, önkormányzati törvényben előírt feladata a városnak, gondoskodni kell a gyerekek nyári felügyeletéről. Az Agora, illetve nyilván előtte a gyerekház úgy került ebbe a képbe, hogy mi megkaptuk feladatként az önkormányzati napközis tábor működtetését. Nekem voltak tapasztalataim azokról az időkről is, amikor még nem mit csináltuk, és ezért én eldöntöttem, hogy ezt a tábort mi nagyon jól szeretnénk csinálni, és ilyen kollégák dolgoznak a táborban, ilyen táborvezetők dolgoznak a táborban, tehát az a cél, hogy az önkormányzati napközis tábor jól működjön. Természetesen vannak benne játszóteri programok, de nem szól arról egyetlen egy nap sem, vagy egyetlen egy hét sem, hogy két labdával kimentünk a ligetbe, és labdáztatjuk a gyerekeket, hanem nagyon komolyan törekszünk rá, hogy programok legyenek. Jó programok legyenek. Önkormányzati tábor szépen rendben elkezdődött július 1-én. Inkább az előtte levő tapasztalatokat szeretném megosztani a kedves szülőkkel és kedves nézőkkel. Nagyon-nagyon sokan dolgoznak a napközis tábor megszervezésén, meghirdetésén, iskolákban a keretszámok szétosztásán, a keretszámok feltöltésén, a keretszámok befizettetésén, utána az iskolák visszakapják a hiányzó keretszámok, a betöltetlen keretszámokat. És az iskolákban levő második befizetés után az Agora visszakapja a még mindig betöltetlen keretszámokat. Mérhetetlenül megdöbbenve tapasztaltam 15 évi napközis táborozás után, hogy már az első alkalommal is nagyon-nagyon sok betöltetlen keretszám volt, tehát az iskolákban föltöltötték a helyeket, a szülők bennünket ostromoltak, hívtak, telefonáltak, hogy kevés az egy hét, kevés a két hét, nem jutott be a gyerek, szeretnének. Ezek után viszont azoknak a szülőknek jelentős része, természetesen tisztelet a pontosan odafigyelő szülőktől, nagyon sok szülő nem fizette be határidőre, nem ment el a befizetés időpontjára, ezek után természetesen új helyek generálódtak, vagy üres helyek generálódtak az iskolákban, az iskolák ezt visszakapták, az iskoláknak ezt június első hetében kellett feltölteni, és még ezek után is sok üres hely generálódott. Tehát igazából én azt a gondolatot fogalmaztam meg június első hetébe, hogy tisztelettel kérnénk a kedves szülőket, hogy erre nyomatékosabban figyeljenek, mert a minden iskola keretszámát az előző évi betöltött keretszámok arányába számoljuk, egy bonyolult minden szempontot, iskola létszámot és minden figyelembe vévő számítás alapján, és így most ne az iskolát büntessük meg a jövő évre azzal kapcsolatban, hogy kevesebb keretszámot kap, mert sokan nem fizették be, nem mondták vissza időbe, nem kerítettek maguk helyett másik gyereket. Az előttünk álló hetekre augusztus 9-éig fog menni a napközis tábor. Az előttünk álló hetekre még vannak helyek, kevés, egy-két hely van minden hétre. Azt tanácsolnám, hogy hétfőn, kedden jelentkezzenek az érdeklődő szülők a következő heti táborokra. Nálunk az Agórában Szemenyi Olga kolléganőnél, akinek a telefonszáma rajta van az Agóra honlapján, de az Agóra központi számán megmondjuk, és szerdán reggel lehet befizetni a következő heti táborokra. Tehát akiknek még
van problémájuk az előttünk álló hetekkel, még jól jönne önkormányzati napközis táborban való részvétel, őket mindenkit buzdítok arra, hogy még telefonáljon, hiszen a programot, az egészet mi hetente 220 gyerekre építettük fel, mi érezzük rosszul magunkat, ha csak 190-en vannak egy héten, és nagyon jó dolog, hogyha 220 gyerek jól érzi magát egy napközis táborban egy héten. Beszéljünk egy kicsit az egyéb táborokról is, hiszen rengeteg tábort kínál idén is az Agóra, és még számtalan tábor van hátra. Milyen programokat tudunk javasolni azoknak, akik még most gondolkoznak azon, hogy hirtelennyében elhelyezzék a gyereket? Július végéig tartanak az Agórában a szaktáborok. Még amire biztosan van hely előttünk, azok, az például a néprajzi barangoló tábor a Szegedi Papucs nyomában. Még biztosan lehet jelentkezni a varogató táborra, hip-hop tánc táborra. Még biztosan van hely a kötélugrás táborunkra. Valószínűleg a július utolsó heti fotós táborra még lehet jelentkezni. Nagyon izgalmasnak tűnik az újrahasznosító táborunk, ahol, ami egy nagyon jó kis kézműves tábor, mindenféle kézműves dolgokat lehet benne csinálni. Az Agóra űrkadét táborra is még lehet jelentkezni. Sérő gyerekeket várunk a Leszel a barátom táborra, ahol gyógypedagógusok vezetésével egy hétig, július utolsó hetében nagyon jó kis programok részesei lehetnek. A mesetakaró táborba mesés tematikára 7-8 éves, 7-10 éves gyerekeket várunk július utolsó hetében. Erre is van még hely. Ami biztosan betelt, azok a cukrásztáborok, az utazótáborok, a Lego robotika táborok, a fotótáborok. Még július legutolsó heteiben van hely a kalandtáborra, és tudunk augusztusra kínálni Gyálaréten, Fehér Lófia tábort, illetve kalandtábort Gyálaréten. Ezek mind megtalálhatók a vakáció programfüzetben a 71. oldalig. Kérjük, hogy alaposan olvassák el a szülők az oldalakat, és a 8. oldal, a vakáció programfüzet 8. oldalán található mindenféle tudnivalót, használati utasítást, mert nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy telefonálnak a szülők, 12-t kérdeznek, és mind a 12 kérdésre a válasz le van írva a 7.-8. oldalon, tehát mindent összefoglaltunk annak érdekében, hogy minél körültekintőbb képet adhassunk a szülők számára. Tudjuk, hogy meleg van, tudjuk, hogy 40 fok van, tudjuk, hogy mindannyian fáradunk. Nekünk az Agórában egy héten több mint 500 gyereknek alkotjuk a hátterét, 220-an vannak a napközis táborban, 350 körül vannak minden héten a szaktáborainkban. Én már csak a problémát és a megoldást látom a fejemben mindenre, és nagyon összeszokottan működünk a kollégákkal, de nagyon kérjük a szülőket és a gyerekeket, hogy azzal tudnak segíteni az zökkenőmentes táborozás érdekében, hogy figyelnek a részletekre, figyelnek a leírt dolgokra, figyelnek a határidőkre, mert akkor nyilván mindenkinek kevesebb munkája lesz, és több az erőinket inkább a programok még színvonalasabb átételére tudjuk fordítani. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek, önöknek pedig jó munkát. Köszönjük szépen!